Hello, szevasztok, folytatjuk a Tomb Raider 5-et, és mai napon elkezdjük a harmadik nagy fejezetet, ahol Lara, a tínédzser Larát kell irányítanunk, úgyhogy hasonló kép, mint a negyedik rész legelején, Angkor Watban, ugye. Úgyhogy értelemszerűen nincs semmi fegyverünk, hiszen most itt még tini, ugye gyerek, ugye az atya vagy a pap után ment. Elbújt ugye egy hajón. Itt mi van? Várjál itt. Várjál. Itt le tudunk menni. Hát mielőtt lemegyek, nézzünk már körbe. Hú, te! Hát... Ó! Én azt el tudnám kapni? Most az a kérdés, hogy azért kell lemenni. De innen nem tudunk merre menni, ugye? Tehát, hogy... Szerintem azért kell ott lemenni. Feltételezem. Ott van egy kis épület, de ugye nyilván nem tudunk oda fölmenni most még sehogy. Most még, hát nem tudom, hogy később föl tudunk-e menni, fogalmam sincs. Jaj, majdnem lezuttyantam. Jó. Csak lefelé, csak lefelé. Mindig csak lefelé. Aha! Aha, aha, aha. Oké, most megvan, hogy hogy tudunk legalúra menni. Én ezt értem. Itt az lesz a nagy kérdés, hogyha jönnek valamilyen ellenfelek, mondjuk mit tudom, kis állatkák, akármi skorpió, nem tudom. Lara nem tudja megvédeni magát. Nincs fegyver. Most itt vagyunk legalul. Aha. Oda én át tudnék ugrani? Várjál, nyomok egy másodikat, jó? Szerintem a búvárkodós pálya az már úgysem... Várjál csak... Oda a sarokba nem tudok átugrani. Hacsak... Csak... Hát... Szerintem ez esélytelen innen. Nem tudom, hogy ott a sarokban van-e valami, vagy oda kell menni. Egyőre mi nem tudom, hogy tudunk oda menni. Mindenhol csúszik a téma, mindenhol szinte. Aha, arra tudunk tovább menni. Furcsa hangok vannak itt-ott. Aha, oda kéne. Csak itt nem tudok oda. Aha. Hogy megyek én oda át? Mert... Jézus, milyen hangok vannak egyes helyeken. Hát, hogy... Aha, azt nem kapja el. Nem tudok oldalra menni. Hát ez a tervem most nem jött be. Oh.
De akkor miért lehet ide lejönni? Ja, ott nincs is semmi egyébként, tényleg. Miért lehet ide lejönni? Ide nem lejönni kell, hanem az ott azért van ott, hogyha a játékos leesik, akkor vissza tud mászni. Ugye? Tehát nekem nem innen kell kiindulnom, hanem úgy föntről. Tehát hülyeség az, amit itt csinálok most, mert igazából... Ez csak azért van itt, ha leesünk, akkor vissza lehessen. Más, szerintem. Ott fönt kell valamilyen utat találni. Ja? Akkor mégiscsak innen kell... Itt kell valahol... Lehet, hogy mégis akkor ezt át tudom ugrani? Nem hiszem, de... Ó! És ott lenne a sor... Van ott egy kis gyógyszer. Én éreztem, hogy van ott valami a sarokban. Annyira éreztem, hogy van ott valami. Ott nézd csak. Van egy kis gyógyszer. Csak nem tudom, az hogy lehet. Nem tudom, az hogy lehet elhozni. Egyelőre fogalmam sincs. Lenne egy tippem. Lenne egy tippem igazából, de nem hiszem, hogy az működni fog. Nem. Aha, gondoltam, hogy nem. Hát nem tudom. Mindegy, akkor egyelőre azt ott hagyjuk. Akkor itt tudunk végig csimpaszkodni. Ha esetleg... Nem tudom, leesek, akkor megpróbálom még egyszer azt elhozni. Így, igen. Itt olyan lecsúszunk, de elvileg... Aha, aha, jó, igen, ez stimmel, stimmel, stimmel. És akkor itt tudunk... Ez itt csúszós ugyan... De! Szerintem itt is végig kell csimpaszkodni. Szerintem. Tehát itt erre elindulok. Nézd csak ott lent. Aha, az lesz a megoldás szerintem. Óha, várjál csak, ez itt mi? Lehetséges, hogy... Aha. Eddig jó. Tudom, ott hagytam egy kis gyógyszert, tisztában vagyok vele, de cserébe kapok egy nagyot. Jó.
bleibe lieber, wo ich bin. Fürchte nicht dieses hässliche Gesicht. Es ist nur ein Gefäß für meine geplagte Seele. Komm her. Du bist in Sicherheit, solange ich hier hänge, wie ein Stück Schlachtvieh. Wer seid ihr? Wer? Viel wichtiger ist, was ich bin. Für alle Zeiten verdammt zwischen dem Reich der Menschen und dem der Elementare gefangen zu sein. Aber ich muss mich beeilen und meine Bitte loswerden, denn die warten und beobachten mich, um mich wieder in die Finsternis zurückzuzerren. Welche Bitte? Mein Herz, Mädchen. Die haben mein versteinertes Herz zwischen den Wurzeln des wilden Baumes versteckt. Unter den wachsamen Augen des Drachens Nidhogg. Finde es, mein Kind, und bringe es an seinen rechtmäßigen Ruheplatz zurück. Dann ist dir eine Belohnung sicher. Und warum um alles in der Welt sollte ich euch trauen? Nicht in der Welt, Mädchen. Dazwischen. Meine Seele ist fort. Und wie es ihr geht, weiß niemand. Und es kümmert niemanden. Itt egyre furcsább dolgok történnek, erre is valamelyest emlékeztem még, hogy volt itt egy hulla. Mi a lócitrom ez? Te fiú már! Ez... Mi a lókolbász ez? Ez engem bántani akar? Ez nagyon jön felém, ez nekem nem tetszik. Nem tudom felgyújtani ezt a kis köcsögöt? Erre egyetlen nem emléksz. Aha! És tényleg! Mekkora egy kis rohadék! És még futni is tud! De jó! Nem tudom becsalni a... Nem tudom becsalni őt a tűzbe! És a hordó az mire jó? Föntről kell beugrani, mind a négy oldala, mind a négy oldalán fal van ennek a kútnak. Köszönöm. De föntről valahogy be kell, de takarodj innen, is rohadék. Mi az az izé, és mindenkelőtt miért jön utánam, miért követ, miért akar bántani? Nem, innen jövök, várjál már. De tényleg, ez a kis mit ugrálsz? Mi a lókolbász ez? Várjál csak, itt be tudok menni. És azt hiszem ez a... Nem vagyok benne biztos, de... Tudja, hogy ez az a pálya, ahol abba hagytuk. Ebben biztos vagyok, mert emlékszem erre a logó hullára, aki az előbb beszélt, még emlékszem rá. Ezt még valameddig próbáltuk, azt hiszem, de nem tudom már. Itt már eléggé homályosak, már rutinból nyomom megint az egyes gombot, hogy megpróbáltam szétlőni azt az izét, de hát... Ezen a pályán nem lehet lövöldözni. Na szóval eléggé homályosak itt már az emlékeim.
patkányok! Ez most komoly? És ezek a patkányok is tudnak úszni, elbeszarsz? Milyen patkányok vannak itt? Nézd meg! Oda nézze! De neki diszponolniuk kéne egy idő után, nem? Szerintem most diszponoltak. Szerintem. Jön ez a kis köcsög? Na azért, ide azért már nem követ, jó van. Nem tudom mi ez a kis fehér lókolbász, aki itt megpróbál össze-vissza harabdálni. Már lehet, én is harabdálnám, csak nem úgy. Vasz? Mi? Nem. Ez miért van itt? Van ennek itt? Ezzel nem lehet interaktálni. A vízben nem volt semmi, ugye? Patkányokat leszámítva, úgy értem. Ha? Nincs itt semmi. Akkor ez nekünk miért jó itt? Ez itt csúszós. Ugye? Igen. Át kéne ugrani. Az is csúszós. De ezt nem tudom átugrani. Vagy igen? Szerintem ezt én nem tudom átugrani. Ja, vannak fura dolgok. Ne kérdezzétek. Várja. Ez is csúszik. Akkor... Va. Sejtem. Van egy ötletem. Nem biztos, hogy működni fog. Nem. Itt akartam volna fölmászni, itt baloldalt. Látod ezt a kis... Nem. Jó, akkor ez nem jött össze. Akkor... Szerintem itt egyelőre nem tudom mit tenni. Nekem az a tippem, hogy itt egyelőre nincs teendő, még. De nem tudom. És visszamegyek el a kis köcsökhöz. Oda kéne... Hogy mondtad? Már megint? Már értem, hogy miért ad a játék gyógyszert. Jaj, takarodjatok. Na, nem tudom, de nevének nem mondtam. Várja, én most... Ó! Nekem most csak le kell csúszni, és pont lecsúszok a kútba. Aha! Látnék!
nem? Mi van itt? Tudnám, hogy miért ilyen rossz a kamera időnként. Ja, hogy... Na, jaj, csak... Jaj, de jó! Mert ezek jaj, de hiányoztak, jaj. Amit meg akartam nézni, az ez itt. Itt van egy járat, nézd csak. És nem tudom, hogy ez... Nem tudok kimászni, aha. Igen. Itt nem lehet, igen, ez... Ajajajajajajajajaj. Jó, ez érdekes. Pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk, jó? Így lehet tehát ide átjönni, oké. És szerintem nekem... A tippelnem kéne... Ezt a mindenség! Jaj! Itt erre lesz a téma. Gyógyszer, és van egy bicikli. Itt akartam az előbb kimászni, látod? Itt. De ez a biciklivel úgysem tudom mit tenni. Jó nagy bicikli amúgy. Hogy mi? Hogy mi? Remek! Gumislauch. Hey. És mit csináljak vele? Lehet, hogy... Hova kellhet ez? Gumislauch, mit csináljak én egy ilyennel? Rakjam rá a biciklire? Vagy mi? Nem. Ezzel nem tudok mit. És ha még egyszer megnézem, kapok még valamit? Nem. Jó, gondoltam, megpróbálom azért. Gumislauch. Mit csináljak vele? Menjek vissza... Mondjuk más nem nagyon tudok tenni, nem? Szerintem akkor menjünk vissza. Lehet, hogy ott a... A hullánál kell valamit. Mert itt nem tudok szerintem csinálni semmit. Vagy... Akkom.
Ne hátra, előre! Ide? Nem. Gondoltam, hogy talán itt kell használni, de nem, ez sem nyert. Akkor nem tudom. Itt kellene valamit... Nem? Miért van itt ilyen kamera? Most ez... Én nem innen jövök, ugye? Nem innen jövök. De itt nem tudok fölmenni. Akárhol is van ez. Takarodjál innen, kis köcsög! Erre is el tudok menni. Remélem nem jön be ez neki. Bár ő befér. Nem tudom, hogy... És átjött a rohadék! A rohadás vigyen el! Hagyjál már békén! Az ajtó csapkodja a szél. És én itt tudok itt... Aha. Ezeket a deszkákat valahogy, ezeket valahogy le lehet szedni, csak még nem tudom, hogy hogy. Egyelőre még nem jöttem rá. És itt mi van benn? Ó, csúszlit kell építeni! Na, így már van értelme a gumisláuknak, jó. Te kis mocskos szarházi. Mármint csúnya kis lény. Igen, katapult, jó. Sosz! Azaz! Ajaj! Hát nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet volt. De majd meglátjuk. Most legalább be tudunk ide menni. Na! Óha! És most kapom meg a fákját, ami... A kis fehér köcsög ellen lesz jó, ugye? Feltételezem, ő nem szereti a tüzet. Mondjuk úgy lenne logikus, hogy akkor hogy föl tudjam gyújtani vele, de nem hiszem, hogy föl lehet, hogy gyújtani, de örülnék neki, hogyha mégis. Na várj, mielőtt... Oké, már a tinédzser korábban elkezdi tehát a sírrablást, ugye? Mert ezek itt bizony sírok. Nem lehet ezeket kifosztani? Hát ez csalódás. És nem. Nem tudok interaktálni ezekkel. Jaj, nem már. Pedig reméltem, hogy a tinédzserem már ki tudja fosztani a sírokat. Na já, ha nem, akkor nem.
De miért van itt akkor ennyi ilyen terem? Egyikkel sem lehet? Nem. Nem lehet ezekkel interaktálni sajnos. Oha! Mintha láttam volna itt valamit. Aha! Danke schön! Semmi. Jut eszembe a átvezetőben, amit láttunk az előző videó végén. Milyen szépen megcsinálták a pre-render videóban a gyereklerát, nem? Szerintem tök szépen megcsinálták. Itt is van tűz. Tehát itt is meg tudom gyújtani a fákját. Meg tudnám. Miért van itt ennyi ilyen sírhely? Mert gondolom, hogy ezek ilyen... Ja. Ezért benyúló... Nem, ide kell helyezni valamit. Ide kell valami tárgy. És akkor ez fogja kinyitni. Igen. Ezt kell kinyissuk, szerintem itt ez a lényeg. Most már csak azt kell kiderítenünk, hogy a fákjának itt mi a funkciója. Mert azt tuti... És csak így... Jó, akkor ez most... Jó, hogy most nem fogja a kezében automatikusan. Na ez viszont... Ez viszont így... Az azért jó, mert itt szabadon tudunk továbbra is mászni. He? No. Eisenklappe. Ez vasból kell még valami rongyot keresni hozzá? És akkor tudunk kombinálni... Tudjuk kombinálni fákjává? Az mondjuk úgy logikus. Oké, van itt egy létra. Húha. Itt is van tűz. Csodás. Úr... Jesszusom, de megijedtem! A rohadt élet... jó, arra egyelőre nem megyünk. De takarodjatok már átkozott denevéreket, nem hiszem el, leveszik a fél HP-mat, tehát... Milyen műsor ez? Ó, hogy itt végig lehet... Ó. Ja, azt hiszem, ezt tudom, hogy hova megy. Uha. Szerintem ezt kell felgyújtani. Tippenem kéne, ide kell hozni a fákját, és ezt kell itt felgyújtani, szerintem. És akkor feltételezem, ez ki fog nyílni. De egyelőre még csak tippelek. Ez
ez nem túl jó ötlet. De ha sétálok... Oda néz! Igen, ez egy kicsit fájt. Egy titok? Ring! Csak így visszafele lesz a... Ha bár annyira talán nem lesz nagy, hűde nagy. Pro. Nincs semmi gond. Oké. Okay. No problemo. Megérte, mert kaptam egy plusz gyógyszert. Úgyhogy megérte. Itt most ez kritikus fontosságú lesz, én úgy érzem. Jó, hozzuk a fákját. Én most már biztos vagyok benne, hogy mit kell csinálni. De várját, azt még nem tudom használni. Ó, te. Hát én ezt még nem tudom használni. 4-4, na, az elég jónak tűnik. Ó. Oh. Mert... Szerintem kell valami rony darab erre a... Ja. Hát itt hiába, itt nem... No. Ja. Scheisse. Én biztos vagyok benne, hogy ezt így kell majd. Csak nem tudom, hogy tudunk a fákjába a fákját csinálni. Szóval érted, hogy kell valami ronydarab vagy ruhadarab, amit ugye meg lehet gyújtani, amit rá kell majd tekerni erre a vasból készült izére, bunkóra, vagy nem tudom mi ez. Ah, ne légy már ennyire bunkó. Ah, haj. És most? Ezekkel ugye én nem tudok mit csinálni. Ez itt a... Várj, mennyi gyufánk van? Semennyi, nincs gyufánk. Jaj, de én kis naív. Honnan szerzek egy kis ruhadarab... Vissza kell menni a... Várjál csak, van még egy ötletem... Itt fenn egyébként nincs semmi, aha. Lehet, hogy... Mindig itt van rend, az itt van, hát, kis köcsög. Arra gondolok, hogy... Most nem tudom... Hátha... Ezt én nem tudom... Mert ez olyan, mintha... Látod? Olyan, mintha lenne valami rongy darabot. Ott! Előtted!
Lára, előtted van, miért nem tudod felszedni? Az esküszöm, ez olyan, mintha... Nem. Eisenklapp, ez hova a túróba kelhet? Ötletem sincs, hogy őszinte legyek. Itt nem tudok ezzel csinálni semmi, mert azt hittem, hogy itt ezzel a lovaskocsival kell valamit csinálni. Hol nem jártunk még? Azt sem tudom. Húha. Hordóval nem tudok interaktálni. Azt hittem, hogy talán... Várja! Jól látom? Nem. Nem lehet. És erre meg nincs... Aha, itt nincs semmi. Hűha. Miért van ilyen kamera? Azt nem, egyelőre nem. Nem értem. Onnan jövünk eredetileg. Vissza tudom menni a kútba, és át tudunk úszni ahhoz a másik házhoz. De hát más nem nagyon tudok tenni, ugye? Nagyon fura a hitbox. Ittben... Mi is volt itt? Márja? Hogy volt ez? Nem is tudom. Igen, itt ki lehetett jönni ide. Valóban. És úgy tudunk oda át. Így, igen. De itt benne ugye csak a bicikli volt, de hát... egyszerűen... Fogalmam sincs, hogy mit kéne tenni most. Na, hogyha tudnánk fákjaként használni ezt, akkor... Akkor megvan oldva, de gondolom kell valami ruhadarab hozzá. És ezt nem tudom, hogy az honnan. Fogalmam sincs, hogy ezt látod? Itt hiába. Itt nem tudok semmit csinálni. Tehát ugye itt szereztük meg a gumidarabot. Egyszerűen fogalmam sincs, hogy... És csúzli is egyszer használatos volt, ahogy látom. Természetesen egyszer használatos volt. Nem tudom. Tanástalan vagyok, hogy őszinte legyek. Teljesen tanástalan vagyok.
fogalmam sincs, hogy... Elvis... Tudom, hogy feltételezem, hogy mit kéne, de hogy azt a ruhadarabot honnan szerzem meg? Na jó, kösz. Ez a gondom, hogy... Fogalmam sincs. Nekem az lett volna a tippem, ugye? Ott lehetett látni, és a lovaskocsin van ott valami szövetdarab, de hát ezt nem tudok azzal mit csinálni, hát itt nem engedi fölvenni. És ez a gond. Nem engedi fölvenni. Ott azzal nem lehet interaktálni a lovaskocsival, pedig ez lett volna a tuti tippem, hogy... Hát az annyira mégsem tuti. Mert itt látod, egyértelműen lehet látni, ott ez szövet darab. Ott, itt. De hogy ezt miért nem lehet fölvenni? Én ezt nem értem. Ezt miért nem lehet? Hát nem ez lenne a logikus? Itt van előttem. Ezt a zöld szövet darabot, ezt fel kéne venni, de... No. Nem. A Lara azt mondja, hogy nem. Hát akkor viszont nem tudom, hogy itt... Egyelőre nem tudom, hogy mire gondolt itt a költő. Menjek vissza a harangokhoz, ha de ott se... Ott se nagyon volt már. Könnyen elképzelhető... ...nek tartom, hogy lehet, hogy pont ezen a részen akadtunk el régen. Ezt elképzelhetőnek tartom, mert ez így tényleg... ...kérdéses, hogy itt most mi van. Mert itt most én sem... Most te nem tudom. Nem tudom, hogy most mit vár el tőlem a játék, hogy... Ez itt túl magas. Nyilván valonnan valami szövet darabot kéne keresni, de hát láttátok, hogy ami nekem logikusnak tűnik, az a játékban itt most jelen pillanatban nem működik. Arra a játék azt mondja, hogy nem. És ezért nem értem most ezt a szituációt, hogy... Pedig... Hát ezt tényleg nem tudom. Vagy még az lett volna számomra logikus, hogy ezeket a sírokat átkutatjuk, és az egyikben lett volna egy valamilyen szövet darab, és azt kombinálni tudjuk ezzel a vas izével, és akkor lenne egy fákja. Ez lenne számomra logikus. De ezeket ugye, amit mondtam, ezekkel nem lehet interaktálni. Ezekkel a nagy... Itt volt végig a fákja. Itt volt végig. Jó. Akkor most tovább tudunk menni. Ezt kicsit eldugták. Igen. Jó. Oké. Oké. Akkor innen már szerintem menni fog.
hogy akkor gyújtsuk fel azt a témát, amit mondtam az előbb, pár perccel ezelőtt. Mert én biztos vagyok benne, hogy ezt itt fel kell akkor gyújtani. Itt te! Nézd! Ja? Control. Oké. Nyomd a kontrollt. És ott a szív, ami kellett a hullának. A fákját ne hagyd ott! Was suchst du hier? Nein, gib dir keine Mühe. Wir müssen das auf später verschieben. Jetzt müssen wir dich erstmal in ein sicheres Versteck bringen bis zum Morgen. Mal vorausgesetzt, du bleibst an einem Ort. Ohne Dämonen, was? Naja, an diesem gottverlassenen Ort kann ich überhaupt nichts versprechen. Ich gehe voraus und leuchte und werde alle unliebsamen Gäste beseitigen. Sobald du draußen bist, geh zur Kapelle hinter der Brücke. Wir treffen uns da wieder. Hätte ich fast vergessen. Lass dich nicht von merkwürdigen Wesen anquatschen, falls sich hier noch was rumtreibt, was bei meinen Fähigkeiten eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Dann nimm Eisen, Mädchen. Benutze Eisen, um sie abzuwehren. Wir sehen uns oben. Halt die Ohren steif. Klar, danke. Itt lent volt valami démon, amivel a papbácsi beszélt, és mondta, hogy a különböző démonok nagyon-nagyon nem bírják a vasat. Oké. Most itt megyünk, várjál csak. Várjál. Mivel, hogyha én magammal viszem a fákját. Kíváncsiságból. Nincs is itt lenn semmi. A démon tuti, hogy lelépett. Zó, csak kíváncsi voltam. Így. Ez az. Na. Ez itt. Így jutunk ide. Oké. Figyeltek is, köcsög! Nem tudom felgyújtani, van nálam fákja, nem áll. Ha hagyj gyújtsam föl. Nem gyújthatom föl. De szemétség. Ne szólaljatok. Ne. Egy kukkot se. Tehát. Nochmal.
Nem itt kéne most interaktálni a fával, vagy... Vagy most... Most akkor merre? Tényleg? Most elhoztam neki a szívet? Tehát most akkor... És akkor most hova kéne? Innen most akkor merre? A játék nem köti az orromra. De tényleg? Innen most akkor merre? Vagy hova? Ne! De szemét! Mekkora szemét! Ott van mögötted a két kis köcsög! Meg fognak zabálni! Ajaj. A vas! Igen. Ó! A másik kettő megveszekszik egymással? Vagy pofozzák egymást? Mi bajuk van? Aha! Hát de várj, én most elveszítettem a... De jó, Larál is dob... De jó. Igen, akkor elveszítettem a... azt a vasdarabot. Remek. Nem! Köszönjük, denevérek, takarodjatok innen! Na, tipli! Azt hiszem, most érkeztünk meg. Labirintus! Nekem inkább valami kápolnának tűnik, ahogy mondta is a pap. Na de, pont egy óra lett ez a videó, és pont sikerült egy óra megcsinálni az előző pályát. Ja?
Igen, és önélyes fejemmel elfelejtettem visszakapcsolni meg az arckamerát. Néha előfordul. Na, néha előfordul. Sorry. Ezzel bocsánat. Ja, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Hát pálya neve, Labirintus, az számomra nem túl biztató. Ez a pálya, amit ma csináltunk, já, még úgy ahogy oké, de számomra egy picikét, egy egész picit ez már olyan kicsit kaotikus volt a pálya dizájn. Egy picit olyan az átláthatatlanság határán volt. Nem mindig volt egyértelmű, hogy most merre lehet menni, merre kell menni, de sikerült végül. Na, úgyhogy köszi a figyelmet, innen folytatjuk, szevasztok!